Én biztos vagyok benne, hogy rajtam kívül is jó páran szembesültetek azzal, hogy felkeltek reggel, benéztek a ruhatáratokba, és megfogalmazódik bennetek a gondolat, hogy basszus, megint nincs mit felvegyek. De valljuk be őszintén, be sem tudjuk csukni a szekrényajtókat normálisan az onnan kiömlő ruháinktól. Ezért szeretném most megosztani veletek tippjeimet, amik nekem beváltak, hát ha nektek is tudok vele segíteni. Három kis részre osztottam a videót, és az első ebből a vásárlás. Az első ruhatár probléma, ami megnehezítheti reggeli készülődésünket, az az, hogy nincs elég alapdarabunk. Igen, azt hiszem, hogy most tudom, hogy mire gondoltok. Én is utálok alapdarabokat vásárolni, mert nagyon unalmasak, és fájó szívvel adom királyuk a pénzt, viszont ezek ruhatárunk pillérei, amikre építhetünk. Tehát ezek azok a darabok, amikkel felvehetjük a mintás dolgainkat, felvehetjük az izgalmas ruhadarabjainkat. Gondolok itt nyilván az egyszerű pólókra, farmernadrágokra, egyszerű kabátokra. Kicsit még az alapdaraboknál maradva, ugye az sem jó, ahogy mondtam előbb, hogyha nincs belőle, de az sem jó, hogyha túl sok van, és nincs a ruhatáradban semmiféle izgalmas, mintás, színes darab. Egy idő után rendkívül unalmas lesz az öltözködésed, és kifogysz a kombinációkból. Ehhez a csoporthoz tartozik még a meggondolatlan vásárlás. Saját tapasztalataimból és annó elkövetett hibáimból kiindulva, én nem veszek meg olyan ruhadarabot, amit ott azonnal nem tudok fejben 3-4 féle képen kombinálni. Ezért az én tippem az, hogy olyan ruhadarabokat vegyél, amiket tökéletesen és többféleképpen be tudsz illeszteni a már meglévő ruhatáradba. Nyilván itt most nem beszélek az adott divatról és trendekről, de hogyha megnéztétek a trendes videómat, akkor láthattátok, hogy én sem az összes trendet alkalmazom, ami kijön most idén ősszel-télen, hanem csak azt, ami beleillik a ruhatáramba. A következő nagyobb csoport, amiről beszélek, az maga a ruhatár. Azaz mi legyen a ruhatárunk ma, hogy könnyebben és gyorsabban tudjunk belőle öltözködni. Az legyen benne, amit szeretsz, amiben jól érzed magad, és aminek jó a mérete. Vegyünk most egy egyszerű példát, amin szemléltetem az egészet. Képzelj magad elé egy ruhaállványt, ez a ruhatárad, tele ruhával. Van egy része, amit már nem szeretsz, és úgy nem hordasz, van egy része, ami mondjuk túl nagy vagy túl kicsi, és van az a része, amit hordasz, és nagyon szeretsz. Mennyivel egyszerűbb csak abból válogatni, amit hordasz, és nagyon szeretsz. Viszont így ott van mellette, vagy közte az a csomó minden, amit gyakorlatilag már valószínű nem fogsz felvenni. Itt most nyitnék egy záróját, és beszélnék egy olyan témáról, ami nem ehhez a videóhoz kapcsolódik, viszont óriási összefüggést találtam az előző témával kapcsolatban. Ez pedig a turkáló és a turkálóban való vásárlás. Rengetegen kérdezitek, hogy vásárolok egy turiba, a válaszom pedig az, hogy nem. Régen néha-néha bementem, de én túl türelmetlen vagyok az egészhez, és szeretem átlátni a dolgokat. Gondolj bele, hogyha bemész egy turkálóba, mennyi időt töltesz el ott? Hát rengeteget. Pont azért, amit az előbb elmondtam. Bemész, ott van rengeteg sor ruha, amiből ki kell választanod azt, ami tetszik, az, ami a méreted, ez a kettő ugye nem mindig függ össze, és akkor elmész, megpróbálod, és lehet, hogy még szarul is áll. Tudom, hogy sokan vagytok, akik élvezitek a turkálást, nekem semmi bajom nincs vele, de én nem ez a fajta vagyok. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz egy olyan videó, melyben én elmegyek egy turiba, és megnézem, hogy találok-e valamit esetleg. Viszont kérlek, hogy írjátok le a kommentben, hogy Pesten melyek a legjobb turik, nem olcsóságra, hanem választékra értem. Na de zárójel bezárva. A ruhatárhoz még annyit, hogy az is nagyon fontos, hogy rendezett legyen, ugyanis egy totál káoszból sokkal tovább tart kiválasztani a megfelelő outfitet. Az utolsó kis csoport, amiről beszélnék, az biztos vagyok benne, hogy sokaknak fosságnak tűnik, de szerintem nagyon fontos. Ez pedig a ruhatáradba investált idő és inspirációgyűjtés. Szállj a ruhatáradra, nem is kell sokat, csak valamennyi időt, amikor különböző outfiteket alkotsz. Próbálgass fel különböző kombinációkat, és hogyha tetszik, egy tuti tip szerintem, hogy fotózz le, és csinálj a telefonodban egy mappát, ahol gyűjtöd ezeket a képeket, és hogyha az egyik reggel nincs semmi inspirációt, szépen végiglapozod, és ki tudsz egy olyat választani, amit már rég elfelejtettél. Amúgy egyedül ilyenkor nem gáz tükrös szelfit készíteni. És persze nyilván akkor sem gáz, amikor én épp a boltokban vlogolok.
Remélem, hogy ezekkel a tippekkel kicsit könnyebben megy majd a reggeli készülés, és nem lesz akkora kuplerá. Talán ezek a tippek még abban is segítenek majd, hogy rájöjj, mire van szükséged még a ruhatáradban, és mik azok a dolgok, amiktől ideje megszabadulnod. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!